Immár a Páneurópai Piknik 27. évfordulójára készülünk, és a megemlékezések mellett egy érdekes film is bemutatásra kerül majd a televízióban. Köszöntöm a nézőinket, a Mozaik című műsorunkat látják, amelynek vendége Nagy László, a Páneurópai Piknik 89 alapítvány kuratóriumának tagja és titkára, akit sok szeretettel köszöntök. Köszönöm. No, azt mondtuk ugye, hogy 27 év eltelt már a Páneurópai Piknik óta, sok minden történt, sok feldolgozása megtörtént már ennek az eseménynek. Most viszont egy különleges filmbemutatóra készülhetünk, Magyarország segítettél címmel, és Nagy László nem csak mint a kuratórium tagja és titkára van jelen, hanem mint a film szerkesztője is. Beszéljünk erről a filmről, mit is kell erről tudni? Ez úgy született az ötlet, hogy Bohák György, aki a film rendezője, a 20. évfordulón a Duna TV producere volt, a kétnapos ünnepség volt, és annyira megfogta ez a piknik, mint történet, megismertük egymást, hogy eldöntötte, hogy erről kellene egy dokumentumfilmet csinálni, már csak azért is, mert készültek filmek, nagyon jó filmek, Határeset, amit Szalai Péter készített arról a szerencsétlen esetről, amikor Horváth Zsidánynál meghalt egy menekült, vagy a Jürgen Asta, egy német filmrendező, az a Bella Árpád szerepéről, akkor a CDF készített egy filmet három menekült családdal, akik ráadásul együtt mentek, de aztán elvesztették egymást. Ez megrázó filmek ezek, de mindig egy szeletet emeltek ki, és azt dolgozták fel. De ez az első olyan film, ahol tényleg professzionális módon dokumentumfilmként tényleg a száraz tényeket, mellette az emberi drámákat is, mert ebbe is szerepelnek menekültek, ugyanazok különben. És azt a szituációt, azt a helyzetet, ami 89-ben volt politikailag az akkori kormányzat szemszögéből, az ellenzék szemszögéből, a piknik szervezők szemszögéből és a menekültek szemszögéből, meg ahogy a világ ezt látta, ez az első dokumentumfilm, ami ezt tényleg professzionális módon feldolgozza. Ez ennyiben más a többihez képest. Tulajdonképpen hol kezdődik a film? Tehát ez egy fontos dolog, hiszen ugye nem onnan jön a történet, hogy egyszer csak lett egy piknik, hanem valószínűleg ennek van egy előélete is. Igen, az erjedésről is szó van, és a párhuzamosságokról, tehát Német Miklósra kezdődik, aki ugye elmondja az akkori kormány szemszögéből, aki ugye sokszor elmondta már, hogy ez egy teszt volt, és ő az Oplatka könyvében is részletesen elmondja, hogy 5 tesztet hajtott végre, úgymond, mert 89-ben én se hittem volna el, azt hittem, hogy annyira kézi vezérlés van Moszkvából, hogy még azt is megmondják, hogy mikor mit írhat alá valaki, de valójában egy vákum volt, mint kiderült, ők nem tudták, hogy meddig mehetnek el. És sok teszt volt, csak egyet mondanék el, hogy amikor ugye mindenki tudja, hogy május 2-án hivatalosan a sajtó előtt, meghirdetve, sajtótájékoztató után kezdték el bontani, sőt nem is akkor, mert előtte is voltak már bontások, de hivatalosan akkor kezdték el bontani a vasfüggönyt a Hegyeshalomnál. És mikor döntött a kormány a vasfüggöny lebontásával? 16 nappal később, május 18-án. Ezek ilyen bizánci megoldások voltak, mert hogyha jött volna egy baloldali fordulat Moszkvába, és egy fenékberúgás ezért, akkor gondolom kirúgtak volna egy tábornok, hogy gyorsan a minisztériumban, hogy ez a hülye félreértett valamit, és építették volna vissza a vasfüggönyt. Tehát tele van ilyen történetekkel 89 nyara, és ezzel kezdődik a film. Ezek, aztán jövünk mi, akik ugye mindenről semmit nem tudtak, mert ezt az újságok nem írták meg. Hát ugye ez nem úgy működött, ma se így működik különben, sehol se. És ezt nagyon jól kihozza a film, és ez a lényeg, hogy azt a kort, meg kell azt a 89 nyarát érteni azoknak, akik akkor még meg se születtek. Hát ez a cél.
Akik a szervezők egyébként mennyire féltek akkor, amikor, hogyha most a filmtől egy kicsit elvonatkoztatva az eseményeket nézzük, hogy mennyire féltek akkor, amikor ezt a pikniket megszervezték, hiszen valószínűleg a KGB akkor nagyon rajta volt még ezen az ügyön, sőt, még valószínűleg a Magyar Titkosszolgálat is. Abszolút nem féltünk, ennek két oka van szerintem. Az egyik, hogy ez akkora munka volt, hogy egy percünk nem volt félni, a másik pedig, hát nem is olyan fából faragtak minket, a harmadik meg én elismerem, lehet ezt naivitásnak is tekinteni, de mi abszolút nem tudtuk, hogy a tűzzel játszottunk. Utólag persze, amikor a részleteket, főleg a 10. évfordulón, amikor elkezdtünk dokumentumokat gyűjteni, és már feloldottak titkosításokat, ott azért láttuk, hogy volt félnivalónk. Én igazából szoktam mondani az újságoknak, én egyszer féltem, de mindenki kinevet azóta, pedig ez tényleg így volt 91-ben. Senki nem hiszi el, de igen, 91-ben volt, amikor ezt a puccsot végrehajtották, a tábornok meg a Krucskov, a KGB elnöke, a Gorbacsov elnök, akit a Krimbe ugye háziőrizetbe helyeztek, és én akkor nem tudtam semmiről, mert Olaszországban nyaraltunk. És ugye a feleségemnek megígértem, hogy abban a két hétben nincs újság, politika, semmi, és ezért nem tudtam semmit. És egyszer véletlenül egy tévét láttam, Bibionében voltunk, egy kirakatban, hogy a Jelcin ott áll a Istombol, és beszél egy páncélosan. A következő képen meg láttam, hogy az orosz parlamentbe belőttek, és ott ég a nem tudom, 15. emelet. Azonnal megvettem az újságokat, és én bizony akkor megijedtem. És megmondom, hogy őszintén három kisgyerekkel voltunk, én eldöntöttem, hogy ha ez így marad, akkor én nem hozom vissza a gyerekeket. Sose akartam emigrálni Magyarországra, de akkor azt mondtam, hogy ezt a három kisgyereket én nem hozom vissza a vasfüggöny mögé, ha még egyszer leereszkedik. De hát erre nem volt szükség, mert mint tudjuk, másnap már... Moszkvában rendeződtek a dolgok. Moszkvában Jelcin leverte a pucsot, de a félelemnek volt oka, mert ha az 89-ben történik, akkor egész más történet lett volna, és ez egy csoda különben szerintem, hát ugye a piknikek szokták kérdezni tőlünk az újságírók, hogy mi volt a legnagyobb politikai hozadéka, szerintem az, hogy például sokkoltuk a kelet-európai politikusokat, hiszen Németh Miklós is elmondta, hogy ő 5 napot várt, ő azt mondja, egész éjjel nem aludt 19-én, és várta, hogy jön valami. És 5 napig senki, egy távirat nem jött, egy telefon nem jött, egy tiltakozás nem jött, egy nagykövet nem jött be a külügyminisztériumba tiltakozni keletről, és ő teljesen megdöbbent, akkor ment ki tárgyalni Kollal, és mondta, hogy kinyitom a határt. Szerintem az oka az volt, hogy egy Honecker, egy Jakes és egy Ceausescu nem tudott ezzel mit kezdeni, és szerintem Moszkvába és a Szovjetunióba, hát azok a politikusok, pártitkárok, akik ugye hát külön boltokba vásároltak és privilégiumok voltak, azok nem fogták föl, hogy itt mi történik, és ennek milyen következményei lesznek, hiszen ők nagyot veszítettek, ők voltak a nagy vesztesei ennek. És hát szerencsére nem fogták föl. 91-ben fölfogták már ugye, de akkor még már késő volt, akkor már nem működött ez a dolog, de 89-ben, ha ez megtörténik, szerintem akkor is így alakult volna a történelem, és Európa is ugyanígy nézne ki, csak másképp történt volna, később, valószínűleg véresebben, nehezebb szülés lett volna. Valójában mi, piknik, meg a határnyitásra Magyarország katalizátor szerepet töltött be, mi katalizáltuk a határnyitás pedig a berlini fal leomlását. Ezt így kell nézni, és hát jó, hogy így történt. Térjünk vissza egy picit a filmre. Ugye, mint említettem, a Magyarország segítette című dokumentumfilmben Nagy László szerkesztőként is jelen van. Egy pár kulisszatitkot azért meséljünk el a magáról a történetről, hogy mennyi forgatott anyag készült el, mi az, ami esetleg kimaradt a filmből, ez mind érdekes. Hát igen, ez hogy a kimaradás, ez nagyon... Ugye 47 percet kaptunk. Most ugye az én szerepem az volt, hogy hát én ismertem, ugye mint a titkár, az alapítványok, én tartom a kapcsolatot mindenkivel, történészekkel, politikusokkal, újságokkal, stb. Tehát én verbúváltam össze a szereplőket, a menekülteket, az Obert családot, a Fitzer-Reiteréket, meg a Grunertéket, 3 család szerepel benne, akkor a Horst Elcsiket, aki államtitkár volt, és ő tartotta a kapcsolatot telefonon, angol nyelven, Németh Miklósra, tolmács nélkül, bár szerintem így is lehallgatták őket, és például ő kompletten kimaradt, pedig egy rendkívül érdekes interjút adott, vagy például az a rész is kimaradt, amikor Németh Miklós elmondja Horn Gyula szerepét. Na most ezért lobbizunk most, hogy legyen egy második rész, mert akkora anyag van,
hát én nem tudom, 20 óra vagy valamennyi, és sírva vágta a vágó, mert olyan fontos részeket, meg olyan emberi tragédiákat, drámákat vágott ki, mert egyszerűen 47 percben ezt a történetet nem lehet elmondani. Na most a két rész, az pont elég lenne, hogy mindenki bekerüljön, ezek a fontos részek, amiket elmondtam, és sokat lehetne még mondani. Hát most ezen lobbizunk. Visszatérve még a kulisszák mögött, hogy mi történt, ugye a dokumentumokat ugye a mi archívumunkból kapták és szkennelték be, mert azért ott vannak például az eredeti felkérőlevél, amit Debrecenből kaptunk, az úgy bevillan, meg ezek, hogy minden eredeti legyen és minden hiteles. Ez volt a fontos és a kérése a Bohák Gyurinak. És én ezt próbáltam összehozni neki, meg hát ugye egyfajta szenzor voltam, mert ugye mindig a elkészített részeket megmutatta, hogy van-e benne valami hiba. És hát ugye ilyenkor mindig van valami, hogy egy dátumot rosszul mond valaki, gyorsan ki kell javítani, tehát ne lehessen belekötni. Remélem, hogy mindent ki tudtunk gyomlálni, de ez egy óriási munka, azt meg kell, hogy mondjam, én sose gondoltam, hát nem, most már nem sokadik filmen vagyok túl, tehát tudom, hogy az olyan precizitást és annyi munkaórát igényel, hogy az őrület, de hát ezt itt nem kell mondanom, szakmabeliekről van, vannak itt mindannyian. Szóval nagy munka volt, és én úgy érzem, hogy nagyon jó siker, nagyon jó fogadtatása. És hát az szerintem egy óriási dolog és elismerés, hogy egy külön levelet írt az MTVA különben a Titánia stúdiónak, hogy ez egy hiánypótló mű, és besorolták, van valami besorolás, én ezt nem értek, hogy besorolták a filmet a legtöbbet ismétlendő filmek kategóriájába, és 19-én a Duna TV-n főműsor időben 19.35-kor fogják adni, az egész ország látni fogja. Hát, de mi soproniak szerencsések vagyunk, ugye, igen, valamilyen szinten. Mert a Bohák Gyurinak annyira, itt annyi segítséget kapott Soprontól. Hát például ott van a Pannonium Hotel, hát gyakorlatilag ott ők mindent használhattak, ingyen és bérmentve, ugye a kuratóriumi tagunk, a főorvos úr, a Szilágyi László, és hát gyakorlatilag az volt a headquarter, a főadiszállás. Meg hát annyi barát, ismerős lett itt Sopronba, hogy úgy gondolta, hogy gesztusként, egy nappal a vetítés előtt a soproniaknak ezt ő szeretné bemutatni egy ilyen ajándékképpen, és hát ez 18-án, 19 órakor, tehát este 7-kor lesz a Pannonia Met Hotelben, természetesen ez ingyenes vetítés, és mindenkit szeretettel várnak, és ők örülnék, ha minél többen eljönnének, mert ezt úgy nagy örömmel mutatnák be a soproniaknak, mint mondtam, gesztusként, először, még az ősbemutató előtt egy nap. Megmondom őszintén, én nagyon kíváncsian várom ezt a filmet, és ha tehetem, akkor mindenképpen megnézem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon bízom abban, hogy ez a második rész is elkészülhet. Én is, és köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, maradjanak továbbra is a Sopron Televízióval. Viszontlátásra!